A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet aulájában üldögélünk és beszélgetünk egy nem mindennapi produkcióról. Este 9 órakor kezdődik az esemény, és az eseményt megelőzően diskutálunk intézeti hallgatókkal és Bali János tanárúrral. Mi is történik majd? Az jutott eszembe ebben a fél évben, hogy a bachelor furia hallgatókkal furia kompozíciókat fogunk írni. Mégpedig elektronika felhasználásával. Ez egy live elektronik koncert lesz, ahol, tehát azt jelenti, hogy az elektronikus hanggal az élő hangszer hang társul, lesznek olyan darabok, ahol ezek a dolgok kölcsönhatnak, lesz olyan, ahol egy hangfelvétel elhangzása mellé szólnak a furia hangok, és hát a műsorban elhangzó 7 darabból 5-öt a növendékek írtak. És amikor ezt a feladatot adtam nekik, akkor hát az motoszkált bennem, amit egy táborpillanatú filozófus mondott, hogy ott érthetünk igazán, ahol kérdéseink vannak, tehát akkor, hogyha elkezdjük csinálni a darabokat, elkezdünk milyen darabokat írni, akkor az egész zeneszerzés, az elektronikus zenéhez, mindenhez egy sokkal közvetlenebb viszonyunk alakul ki. És hát tulajdonképpen a várakozásaim azok messze bejöttek, mert 5 gyönyörű darabot, 5 nagyon különböző és nagyon szép darabot. Akkor most beszéljünk arról, hogy milyen volt megírni ezeket a darabokat. Tehát volt-e valami kötöttség egyáltalán azon túl, hogy ezt furujára és elektronikus készülékekre kell írni? Ugye jól mondom, hogy elektronikus készülékek. Igen, hát tulajdonképpen az ő számukra az volt a feladat, hogy egy hangvágó programban saját maguk számára összevágni egy szalagot a darabjukhoz, maguk által generált, fölvett, torzított hangokból. A furia az látszólag egyszerű hangszer, de hát itt föltételezem, hogy mindent oda lehet adni a furujának, ha szabad ezt a kifejezést hallani. Milyen volt írni a darabokat? Hát kinek mi járt a fejében? Akart valakihez hasonlítani, vagy egyben a helyzetben nem is lehet hasonlítani senkihez? Nagyon nagy élmény volt megírni és írni egy darabot. Ez hogy zajlik? Tehát végül is kicsit hasonlatos ez ahhoz, amikor mondjuk valaki géptomból megkap egy feladatot, hogy meg kell terveznie egy készüléket. Ez jó ez a hasonlat, vagy sem? Igen, mert tehát először össze kell állítani fejben, hogy mit is szeretnénk. Igen? Mit szeretnénk is. Először elgondolni, kitalálni valami ötletet, létrehozni, ez egy nagyon nagy feladat volt, tehát sokkal többet kellett ezen gondolkodni, mint utána az elkészítési folyamat. Egyszerűnek tűnik, de hát azt gondolom, hogy az elképzelt furulja hangok közé olyan hangokat is kellett illeszteni, vagy kell illeszteni, amit lehet, hogy még nem is hallottunk. Jól gondolom én ezt? Hát igen, mert furcsa kombinációkat kellett így összehozni, hogy furulja hang is egy elektronikai hang. Én most dolgoztam először ilyen hangokkal, és nem tudom, érdekes kihívás volt. Amikor leírja ezt a hangot, és tudja, hogy most hozzájön egy valamilyen elektronikai készüléknek valamilyen hangzása vagy hangja, akkor ezt lehet belül hallani? Tehát hogy képzelje el az, aki azt mondja, hogy vajon hogy készül egy ilyen produkció? Hát igazából lehet, mert a saját ízlésünk alapján készül ez az egész. Tehát már, hogy fejben megvan, akkor már csak össze kell állítani. És hogyha tudom, hogy mit szeretnénk, akkor eleve hallom a belső gondolataim alapján, hogy ez most oké, vagy nem. Mire kellett figyelni? Hát igazából én saját magamból tudok kiindulni, hogy az én darabomban nincsenek virtuóz részek. Én inkább a közlésre mentem rá, mármint hogy inkább azzal foglalkoztam, hogy egy egész darabot komponáljak, hogy meglegyen az eleje is és a vége is, de közben legyenek olyan dolgok, amik nem egy hétköznapi darabba valók. Önne? Én is egyetértek vele, én is inkább a közlésre mentem. Nekem sincs ilyen virtuózitás dolog a darabomban. Nekem hát először egy motívum van a darabom elején,
amit egy fő témának gondoltam, és ez a végén megismétlődik, és ezen belül különböző effektusokkal dolgoztam, amik a gondolataim és az érzéseim alapján jöttek létre. Van olyan szerzemény, aminek konkrét üzenete van? Hát feltételezem, hogy mindegyiknek van címe, ugye? Amikor alkotunk, akkor tulajdonképpen ez egy félig, és azt gondolom, hogy ezt talán a hallgatók is így gondolják, hogy ez egy félig öntudatlan folyamat, amikor menet közben az ember, hogy dolgozik az anyaggal, úgy meglát dolgokat, na hát ilyen, hát ez most ilyen, hát akkor azt most oda tesszük, akkor igen, hát akkor az még kíván egy kis időt, akkor azt meg, és akkor az egészből lesz valami, amik tulajdonképpen megmagyaráztatlan döntések sorozatát hagyja végre az ember, és mikor a dolog elkészült, az ember akkor néz rá, hogy na lássuk csak, mi is ez, ami létrejött, mi is ez, ami megszületett, és tulajdonképpen az ember a saját belső szavak nélküli gondolatait vetíti ki maga és a többiek elé, és akkor így ránéz, és akkor néha jut erről az embernek eszébe valami cím, néha nem. Ugye a Vajda Lajos, a 20. század első felének a legnagyobb magyar festője, a képei egyébként mind címtelenek, tehát a Máni Stefán művészettörténész adta azokat a címeket, amelyek ezek a képek ismertek. És tehát, hogy ez ugye, hogy ez valahogy úgy megy, hogy... Számomra, amikor a Furujáról olvastam, a legmegdöbbentőbb dolog az volt, ami önöknek már természetes, hogy ez kiváltképp, hogyha nem műanyagból van, hanem fából, egy organikus készülék, ha szabad ezt mondani. Tehát valami, ami akár a nedvességre, akár arra, aki vele játszik, válaszol, reagál. Tehát én nem tudtam, hogy például egy Furuját be kell fújni, azután úgy kell kezelni, olajozni kell, és így tovább. Tehát itt van egy, én úgy gondolom, egy organikus valami, és mellette pedig van egy olyan dolog, ami kimondottan technikai jellegű. Tehát a készülékek, így is mondtunk, így beszéltünk róla, hogy elektronikus készülékek hozzák létre. Ez valami különleges találkozás? Számomra szokatlan volt, mert a furuja az egy élő valami. Ezt életben kell tartani, ugyanúgy vigyázni kell rá, olajozni kell. Télen sárba be kell csavarni, meg fázom, és lelke van igazából az elektronikai kütyüknek, meg nem tudom, nekem nagyon szokatlan volt, de ezzel is lehet művészén menni. Ez is egy ilyen kifejezés. Tehát meg lehet találni egy elektronikai készülék hangjában is azt a lélekhez szóló hangot, ami mondjuk a furujában természetesen megvan? Mit gondolnak? Attól is függ, hogy ki mit tart szépnek. Mert lehet, hogy valaki az egyik effektet nem tartja szépnek, viszont valaki más meg szépnek tartja. Minél extrémebbet szerettem volna én legalábbis írni, hogy nem tudom milyen célból, csak úgy igazából semmihez nem hasonlítható hangokat. Például a Krisztében van béka, brekegés, meg hasonló, ennyiben nincsenek ilyenek. Tehát egy teljesen eltorzított dolgot hallhatunk. Ezek szerint az effektek, azok azt is jelentik, hogy a világ zajából is, vagy hangjaiból is hoznak be a produkcióba? Mit? Nekem többnyire a világ hangjai vannak összeélesztve. Például? Hát csak segítsen, majd aztán biztos meghallgatjuk. Aha. Tehát, hogy ezek olyanok, mint intim? Hát akár. Na most tulajdonképpen, ami ezek a kompozíciókban nekem nagy öröm volt, hogy nekem saját tapasztalatom, hogy amikor az ember komponál, akkor a személyiségének olyan rétegei tárulnak föl, amik maga számára is ismeretlenek, és hát azt láttam, hogy az ő kompozícióikban is, tehát nekem nagy örömöt okozott, hogy olyan tágas térben látom őket, ahol azt látom, hogy valamilyen módon megnyílnak, és természetesen mindenféle alkotásnak olyan szempontból, tehát egyrészt olyan szempontból van egy intimitása, hogy a zenében az ember saját tapasztalatból tudom, hogy olyan dolgokról tud közölni másokkal valamit, amit verbálisan esetleg nem szívesen mondana el. És van egy olyan része is, hogy az ember, hogyha alkotó, akkor nem szeret, hogyha kilógnak a csavarok.
Tehát, hogy vannak műhelytitkok, amiket szeretnénk magunknak megőrizni. Tehát ugye, hogy amit nem kötünk senki orrára, hogy a darab hogy készült, az maradjon a mi titkunk. A 20. századi zeneszerzésnek ez az élő elektronika egy nagyon fontos ága. A 70-es évek óta számtalan ilyen darab született, és ma is szinte a világ minden táján születnek elektronikával fogja a darabok. Magyar zeneszerzőtől az első ilyen darab 1977-ben Dubrovai László kompozíciója volt, amit ő egy olyan szintetizátorra írt, ami azóta már nem létezik. Elromlott az ő példánya, nem lehet megszerezni a szükséges alkatrészt, és hát ezt az első darabnak egy másik szintetizátorra alkalmazott verzióját kísérjük meg majd eljátszani, jövőt nem fogom a szerzőt mutatni, tehát ez tulajdonképpen egy ilyen kísérleti előadás. És ezt csak arra mondom, hogy ezekkel a kompozíciókkal abszolút egy olyan folyamatba kapcsolódunk be, amelyik a világban is van, és Magyarországon is a 70-es évek óta van. Mi lesz a sorsa ennek a produkciónak, illetve a daraboknak? Tehát ezek élnek tovább, vagy pedig egy másfajta előadási helyzetben is megszólalhatnak? Egyáltalán a sajátossága az egyedi és megismételhetetlen? Én nem gondolom, hogy ezek a darabok csak más te szólalhatnának meg. Hát én bátorítom is őket, hogy ezeket a dolgokat ne dobják ki. Ugyanakkor mindenki a saját életében fejleszti is a darabjait, tehát hogy ezeket lehet tovább írni, lehet másokat csinálni, és hát nagyon bízom benne, hogy fognak még írni, és hogy ezzel valamilyen úton ők elindulnak.